Tósok Berendért Egyesület szervezésében az üveggyári ifi flotta közreműködésével már 5. alkalommal bonyolítottak le evezős versenyt amatőr csapatok számára a Városligeti csónakázótavon. A program nyílt volt, így lehetősége adódott a városban élőknek is egy kis hajókázásra. Nem kellett több kilométert utazni ahhoz, hogy abban a kellemes élményben részesüljenek, hogy érezhessék a vízi világ illatát, mozgását, mégpedig közvetlen közelről. Volt gyerek kategória, ifi kategória, felnőtt kategória, kis családos, ahol kisebb gyerekek voltak, nagy családos, és külön egy kormányos pályát építettünk ki. Ozorai Sándor elmondta még, hogy mintegy 150 vettek részt a különböző versenyeken, hála a kedvező időjárásnak is. A Tóberkenút 5. éve rendezik meg, de elődje a Fagyi Kupa már mintegy 400-ados múltra tekinthet vissza. A mostani a kenúzást népszerűsítő rendezvényt több hasonló verseny követi majd a következő hetekben. A nevesebb ez 27-én lesz, május 27-én. Ez most nagyra fog sikeredni, mert a Nagycsaládosok Veszprémi Egyesülete azt hiszem 8. alkalommal rendezi meg itt a versenyét, de most már egész megye, regionális nagy csapatok jönnek, nem csak evezés lesz, hanem különböző tájékozódás, különböző programok. És a következő pedig, ami szokásos, a Fagyi Kupa. A Tósok Berendért Egyesület éves programjába több olyan program is szerepel, amely utal az Egyesület nevére, illetve az Egyesület székhelyére. Így a Tósok Berendi Nosztalgia Jármű Fesztivál, a Tósok Berendi Kolbásztöltő Fesztivál, illetve a Tósok Berendi Kenu, ami Tóber Kenu néven vált ismerté. Ez azért jött létre, mert adott volt az egyesületünk részéről az Ozorai Sanyi bácsinak az üveggyári ifi flotta csapata, és akkor úgy gondoltuk, hogy a két egyesület összekapcsolja a programját, és így a Tósok Berendért Egyesület és az üveggyári ifi flotta közös szervezésében, utalva a Tósok Berendre, Tóber Kenut szervezünk évről évre az ajkai ak számára, nem csak a Tósok Berendiek, hanem az ajkaiak számára is.